Akár ők is lehetnek majd a szőlő, füge, mandula városismereti vetélkedő egyik csapatának tagjai. Hasonló módon böngészkedhetnek majd a Tudásközpont könyvtárában akkor is, amikor beindul a megmérettetés. A nem sokára induló városismereti vetélkedő főszervezői a Csorbagyőző megyei városi könyvtár, Körbirodalom gyermekkönyvtára és a Baranya megyei múzeumok igazgatósága. A verseny háromfordulós lesz, és az általános iskola tanulóinak szól. A gyermekkönyvtár honlapjáról február 10-től letölthető a jelentkezési lap és a fordulók feladatlapja is. 3-3 fős csapatok jelentkezését várják. A felkészítő tanár vagy egy a csapatot segítő szülő elérhetőségének a feltüntetését. A könyvtár abban segíti a gyerekeket, hogy minden irodalom a rendelkezésükre áll itt a helyszínen. Maguknak a kérdéseknek az összeállítása is közösen történt, előzetes egyeztetések és megbeszélések alapján, és a gyerekek bármilyen dokumentumot használhatnak hozzá, akár az internetről is keresgélhetnek, de természetesen itt helyben a könyveket is használhatják, bármikor eljöhetnek a Csorbagyőző megyei városi könyvtár, Körbirodalom gyermekkönyvtárába, és itt mi személyesen nem segítünk nekik, de a könyvekből hasznos információkat gyűjthetnek a feladatok megoldásához. A kalandozás Pécs történetében a kezdetektől napjainkig alcímet viselő játék során a feladatok között előre megadott időpontokban havi egy alkalommal ingyenes múzeumi séta is szerepel. Ezen kívül a nagyközönség által szabadon nem látogatható helyek megtekintésére is lehetőség nyílik, Tillai Gábor történész múzeumpedagógus vezetésével. Én azt hiszem, hogy már a címe is nagyon barátságos és kedves, Villányi Rózsa gyerekkönyvtáros találta ki, szőlő, füge, mandula, ami egy kicsit a mediterrán jellegét emeli ki a városnak, és azt gondolom, hogy a történetmesélés fontos. Tehát amellett, hogy a feladatsorokkal a gyerekek bizonyos kérdésekre válaszolnak majd, ezek csipegetni valók mindenféle, a korakeresztény kultúrától kezdve a 20. századig irodalmi részletek. Hiszen valahol például meg érdemes említeni, hogy Vörös Sándor itt élt ugye 10 évig Pécsett, és a Könyök utca 3 alatt megnyilott a kutyatár például. Tehát ezeket a mai gyerekeknek is érdemes a világába bevonni. Mondok egy olyan fogalmat, amit nem nagyon szoktak használni, patriótákat érdemes nevelnünk az értékeink mentén, akik szeretik a szülőföldjüket, jobban érzik magukat attól, hogyha megismerik ezeket az értékeinket, legyen az az egyház, a székesegyház. Sokan mondják, hogy ezek a avit dolgok, ezek a régi dolgok. Én pedig azt mondom, hogy akkor mindig korszerűek voltak, azok maradtak fenn, amik korszerűek voltak 1000 évvel ezelőtt, vagy 500 évvel ezelőtt, legyen az egy templom, mint középület, egy könyvtár, bármi, és ezeket a gyerekeknek érdemes megmutatni. És a történetmesélés pedig arról szól, hogy részben múzeumi kiállításokba kísérem őket majd, attól függően, hogy hányan jelentkeznek, ezt beosztjuk több alkalomra is. De olyan helyekre is szeretnénk eljutatni őket, akár jutalomként is, tehát itt a díjazás is érdekes, hogy nem nagy dolgokra kell gondolni, de hogyha mondjuk a Kártalan utcai pincékbe leviszek 50 gyereket, vagy 40 gyereket, vagy a Püspöki palotába ellátogathatnak, vagy a Tudományos Akadémia székházába, a Vasvári villába próbálunk megszervezni a látogatást a legjobbaknak, vagy a Mária dűlőben, a Szűrészeti Kutatóintézet nagy barokk pincéjébe, akkor az hiszem, hogy érdekes és vonzó lehet a gyerekek számára. A fődíjat pedig a Múzeumbaráti Klubom ajánl fel egy ópusztaszeri egynapos látogatásra, visszük el a legjobb csapatot, illetve a október 6-án nem véletlenül Cegléd, Nagykőrös, Szolnok irányába megyünk el a gyerekekkel. Eredményhirdetés május hónapban lesz. 3., 4., 5., 6. és 7., 8. osztályos kategóriákban. A jól teljesítő csapatok oklevelet kapnak, és értékes jutalmakra számíthatnak.